Fiatal cserkészek műsorával vette kezdetét az emlékmű átadása kapcsán szervezett ünnepség az erdélyi Gyergyószárhegyen. 31 évvel ezelőtt ezen a településen alapították meg a Romániai Magyar Cserkész Szövetséget. A most átadott alkotás térplasztikába illeszti azokat a kopjafákat, amelyeket a megalakulás évfordulóján 5 évenként állítottak. Borbolj Csaba, Tolna megye Testvér megyéjének Hargita tanácsának elnöke a cserkészet közösségépítő szerepéről beszélt az átadón. Az újrakezdésnek az éve, az újraindításnak az éve ez, amikor bizakodással kell tekintsünk a jövőben, és a bizakodásnak az alapja az Isten szeretete és a közösségnek az ereje kell legyen. Az emlékmű kialakítását Magyarország kormánya is támogatta. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a cserkészet ma is talán a világ legnagyobb gyermek és ifjúsági szervezete, több mint 200 országban 40 millió taggal rendelkezik és dolgozik a közös célért. Arra próbálja rávezetni a gyermekeket és a fiatalokat, hogy becsüljék meg lelki és szellemi értékeiket, és váljanak aktív felnőttekké. Cserkészetnek a célja, és a magyar cserkészetnek célja az, hogy megőrizik a magyar hazát, a magyar gondolatot, a magyar nyelvet, kultúrát és a magyar identitást. Egyúttal pedig a társadalom számára felelős, példamutató és áldozatkész polgárokat neveljük. Potápi Árpád János a cserkész emlékmű avatása után a Romániai Magyar Cserkész Szövetség által felajánlott Szent György kitüntetést is átvehette. Ezt olyan személyiségeknek adják 5 évente, akik jelentős segítséget nyújtottak az erdélyi magyar cserkész mozgalomnak.